Hello, hello, szia! Sok szeretettel köszöntelek ma, 2021. október 26-án. Már pár nap és vége az októbernek, egyelőre nagyon-nagyon frankó, zöld hónapnak tűnik az október kriptóban. Ma Bitcoin folytatja tovább a konszolidációt, miközben az altok helyek közzel átadva egymásnak a stafétát szépen-szépen ralliznak. Én Denkler Miklós vagyok, minden nap elhozom neked a legfrissebb kriptohíreket, technikai elemzéseket, altcoin, DeFi és NFT újdonságokat, hogy ezzel is edukáljak a legesleg innovatívabb iparágról az internet óta, ami a kriptovaluták, ami ugye tudjuk, hogy nem csak egy technológiai újdonság, hanem a pénz evolúciónak a következő szintje is. Kérlek, nyomj egy kövér lájkot és csapjunk is bele, iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted meg, és nyomd meg a kis harangocskát, összeset, akkor mindenről kapsz értesítést. Még egy fontos információ, hogy én nem pénzügyi tanácsadó vagyok, amit elhangzik, nem pénzügyi, nem befektetési tanácsadás, hanem szimplán edukáció, szórakoztatás azért, hogy te el tudj igazodni ebben az iparágban. Nézzük, hogy mi is történik a kedvenc buborékos csártunkon. Látjuk, hogy taram, gyönyörű, szép, zöld, Matic 12% Phantom folytatja a rallit, megvan a célárunk, 10% Atom, 13 Luna, 10 Curve, 17 GRT, 12 SCRT, 23 Shiba, 15 Holochain, 20 Helium, kedvenc Helium minerünk, remélem hamarosan érkeznek, feltétlenül nézd meg a videó leírásában, hogy hogyan lehet Helium minerhez jutni, 16%, Aave 10%, Compound 11, Engine 12, SafeMoon 15, úgyhogy elképesztően jól néz ki a piac. Jó, azért jó érzés az, amikor a Bitcoin konszolidálódik egy kisebb rally után, és az altcoinok megindulnak. Azért ebben van egy kis kakaó. Látjuk, hogy a kedvenc indikátorunk, kriptofélelem és kapzsiság index 76-on áll, ami már az extrém kapzsiság zónában van, és tegnap csak a kapzsi zónában voltunk. Ugye itt mozgolódik az index az elmúlt pár napban, viszont tudjuk, hogy 3 hete az extrém félelemben voltunk, illetve egész nyáron az extrém félelemben voltunk, és azt is tudjuk, hogy az extrém félelem általában az jó bevásárlási lehetőség, míg az extrém kapzsiság, mohóság akár eltartott több hétig, hónapig is, viszont általában az már az előjel annak, hogy érik a korrekció. Vágjunk bele, nézzük az első hírt. Bitcoin ár visszatért 63 000 dollár környékére, és hogy akkor mi áll előttünk. Ugye hétvégén 60 000 dollár alá is belenéztünk, majd tegnap szépen vissza korrigált, és egy ilyen 2017-es déjà vu-nk van, mintha ezt már láttuk volna. Ugye ugyanúgy 2017. július közepén volt egy nagy esés, ami ugyanúgy idén is megtörtént, majd volt egy másik konszolidáció szeptemberben, ami úgy szintén megtörtént, és ugye, hogyha egymásra vetítjük a két csártot, akkor látjuk, hogy innen még bőven van hely fölfele, és ez körülbelül 90-100 000 dollár körüli bitcoin árat eredményez. Ez természetesen TechDeck-től van, akitől mostában nagyon sok mindent látunk, és ugye aki megerősíti azt, hogy a 200 000 dolláros bitcoinnál jóformán be van építve, be van programozva. Már csak meg kell várnunk, hogy megtörténjen, de azt gondolom, addig azért sok izgalom lesz, sok kirázás, és bálnák játéka, meg stb. Úgyhogy izgalmas időszak elé nézünk. A kriptostratégia ugye felfedi az előrejelzését, nagyon-nagyon masszív ár előrejelzésen a bitcoinnak decemberre, és azt mondja, hogy a 2017-es bikaciklust utánozzuk jelenleg, és nem más, mint tech devről szól ugyanúgy, és ugye azt mondja, hogy kb. 140 nap után, 140 nap oldalazgását után a 2017-es fraktált mimikálja, azaz ismétli, vagy próbálja utánozni a bitcoin jelenleg, és jelenleg ez sokkal jobb indikátornak bizonyul, mint bármi más rövid távú technikai elemzés, úgyhogy ő abban éri ki magát most, hogy a 2017-es, 2021-es csártokat így összeilleszti, hát ezt látjuk, hogy nagyon frankon össze is passzolnak, és ugye ez alapján azt látjuk, hogy 180 000 dolláros bitcoin ár, ami 2021 év végére itt jelez nekünk. Persze, hogy ez lehet, hogy nem 2021-ben, hanem 2022-ben történik meg, úgyhogy nincs ezzel semmi gond. És ugyanúgy egyik a mostani szeptemberi
esés, ami történt, illetve szeptemberben, ugyanúgy 2017-ben történt egy esés, és utána milyen ármozgások voltak, hasonló mintázatokat látunk ki rajzolódni, úgyhogy azt gondolom, ezek mind ugye a Fibonacci szinteket is használva, a különböző elpattanás, korábbi csúcs, tesztelés, és utána hol konfirmált az ár, úgyhogy nagyon-nagyon hasonlítanak, és ugye maga a középciklusi csúcsok az 1,272-es Fibonacci szintnél, ugye ott azok is komoly jelzők a továbbiakra vonatkozólag. Úgyhogy ezek alapján mind nagyon-nagyon bullisak vagyunk. Itt van egy kis fogalmazási zavar. Szerintem a 11 billió dollár piaci kapitalizációt nem a bitcoinre érti, ugye az innen lenne még több mint 10-szeres emelkedés, hanem szerintem a teljes kriptóra érti, ami így nézne ki. És ugye 2017-ben is volt egy felfutás, és hogyha 2021-ben ez folytatódik, akkor 11 billió dolláros kriptópiaci kapitalizációt láthatunk, jelenleg 2,6-2,7 körül vagyunk, szóval elképesztő rally várna még ránk, hogyha ez mind így történik. Ezt egyelőre nyitva hagyom, mert nagyon-nagyon izgalmas chart. Nézzük a következő hírt. Visszatért a harmadik legnagyobb bitcoin bálna, aki ugye a legtöbb bitcoint tartja a pénztárcában, és ezért fantasztikus a blockchain, mert ugye látunk mindent, ami történik a blockchainen, és látjuk, hogy van egy pénztárca, aki a harmadik legnagyobb bitcoin mennyiséget tulajdonolja, és ez a pénztárca most vett 37 millió dollár értékben bitcoint, nem apró sztel, betette a fagyi pénzt, úgyhogy látjuk ezen a csárton, hogyha a kéket nézzük, akkor a bitcoin egyenlege, látjuk, hogy folyamatosan növeli, januárban növelte, februárban egy picit eladott egy picit nyáron, majd ugye újra elkezdte növelni. A piros mutatja az egyenleget USD-ben, ugye dollárban kifejezve, amit ugye látjuk, hogy szépen növekszik, és ugye új csúcsokra ért neki, és örülünk, hogy a harmadik legnagyobb bitcoin bálnának mind bitcoinban, mind dollárban kifejezve a tartott bitcoin mennyisége kezd új csúcsokra érni, és ugye láttátok ott az előző időszak bevásárlásait mind zölden, a október 25-től egészen vissza 15-ig szépen-szépen bevásárolt 37 millió dollár értékben. Gratulálunk neki, bízunk abban, hogy jó célra fogja használni, és akkor önti rá a piacra, amikor már mind ti is megtöbbszöröztétek a kripto eszközeiteket. Na hát, Tesla visszatért a hírekben. Tesla úgy néz ki, hogy akkor újra fontolóvá teszi, hogy bitcoint és kriptofizetéseket fogadjon el, és ugye azt mondja, hogy azt hiszik, hogy a kriptovaluták nagyon szépen fejlődnek, és egy teljesen likvid alternatívája a készpénznek, úgyhogy azt látják, hogy a kriptovaluták mint egy készpénz helyettesítő kezdik átvenni a szerepet, és természetesen ugye a Dogecoin-nal biztos, hogy kalkulálnak, de azt gondolom, hogy maga a kriptóra ugye úgy tekintenek, mint egy hosszú távú potenciális digitális eszköz, mind befektetésként és mind egy likvid alternatívaként. Szóval ez nagyon fontos, hogy mind befektetés, mind pedig egy likvid, kvázi pénz kímélő alternatíva, ugye, ami jó, mert hogyha pénztárcádban van és emelkedik az ára, akkor ugye dagad a pénztárcád, míg ugye a hagyományos pénz általában inflálódik, persze, hogy tudjuk, hogy a rövid távon a kriptó lehet volatilis, és ugye meglátjuk, hogy Shiba Inu bekerül-e majd ebbe a körbe, ugye néha Elon Musk kicsit kontroverzális, egyszer pozitív, egyszer negatív olvasatban nyilatkozik, de valószínű, hogy a Dogecoin, mint nagy kedvence, megmarad. És jöjjön a nap fő híre, a Mastercard megfogja, lehetővé teszi a kereskedőknek azt, hogy kripto partnerek és kriptofizetés és egyéb szolgáltatásokat nyújtsanak a Baktal csinálják azt a partnershipet, ahol ugye bizonyos technológiát a BAK fog a Mastercardnak biztosítani, a többit a Mastercard biztosítja, és a teljes Mastercard rendszeren kripto fizetés, kripto vásárlás, kripto eladás és kripto tárolás fog zajlani, és ebben a kereskedők, azaz a kártya, jelenleg kártya elfogadók, jövőben kripto elfogadó helyek aktívan részt fognak venni, csak úgy, mint a bankok, mert ugye a Mastercard kifejleszti ezt az új rendszert, és utána az összes banknak kiszórja, és a bankban nem bankkártyát fogsz rendelni pár éven belül, hanem egy kriptopénztárcát fogsz letölteni,
és ugye az ajándékaidat is oda fogod kapni a banktól, legalábbis szerintem, illetve hogy az egyéb fintech vállalkozásoktól, mint például akár a Revolut. Ez nagyon-nagyon komoly hír, talán ez lesz a szalag című szalag hírünk, ez a legfontosabb hír, ez egy óriási előrelépés. Ugye a Mastercard sokáig nem nyilatkozott, hogy jön-e kriptóban, nem-e, megindult a PayPal, megindult a Visa, Mastercard így, úgy, amúgy, most meg úgy néz ki, hogy teljes bedobással érkezik, és az egész bankkártyás fizetési iparágat úgy látom, hogy kezdi szépen átforgatni a kriptó fizetések és a kriptó befektetések irányába. Úgyhogy nézzünk bele ebbe a hírbe, itt úgy tudom említik, igen, ebben említik, 20 ezer pénzügyi intézménnyel van kapcsolatban, ugye ezek bankok, meg különböző fizetési szolgáltató cégek, leginkább bankok, 20 ezer bankkal van kapcsolatban, 2,8 millió Mastercard usere van, és 53 millió kereskedője. Szóval ezek a számok. Most, hogyha ő jön és azt mondja, akkor holnaptól már nem a chipes, meg a paypassos dolgok, meg a kártyák a nagyon újdonság, hanem a kriptofizetés, QR kód beolvasás, stb., akkor gyerekek, ez nagyon gyorsan el fog terjedni, és a lehető legjobb helyen vagyunk. Látni fogjuk ezzel a stablecoinok elterjedését is, és a különböző kedvenc, főleg alacsony tranzakciós díjú kriptok elterjedését, és szerintem a Bitcoin Lightning Network további népszerűsödését is. Úgyhogy ezeket mindenképpen érdemes, ezeket a híreket követni. Nagyon-nagyon fontosak és meghatározóak erre. És ugye erről is, ez a hír is arról szól, hogy megváltoztatta a vélekedését, és ugye a szívébe fogadja a Mastercard a kriptot. Azt gondolom, ez mind fontos, és előbb-utóbb mindenki jön. Szóval, amit szoktam nektek mondani, már nem a Bitcoin kapar azért, hogy jaj, Mastercard, gyere, vagy jaj, te bank, gyere, vagy te fizetési szolgáltató, gyere, vagy te Apple, gyere, hanem ezek a nagy cégek fognak azért jönni, hogy szeretnénk akkor a kriptot használni, azért, mert látjuk, hogy ebbe az irányba megy a világ, az NFT irányába megy a világ, és a kriptó meg az NFT egybe fog megjelenni ezeken a platformokon, kezdve az Amazontól, a Google Play, az Apple Play, Mastercard, Visa, PayPal, és még szerintem a kínai WeChat Pay, Alipay-ben is csak várjuk ki a végét. Következő hír, Shiba Inu, a kereskedési volumen utolérte az Ethereum-ét, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog volt, 1,6 milliárd volt ugye az Ethereum kereskedési volumene, amit ugye utolért a Shiba. 1,6 milliárddal érte utol, pontosabban szólva, úgyhogy ez ugye most nagy Shiba láz van, rá fogunk nézni a chartra, mindenképpen óvatos lennék, mert ugye nem tudjuk, hogy mennyi kis befektető, mennyi ilyen meme coin fan jön még be. Valószínű, hogy a nagy befektetők már betároztak, és szerintem ők lehet, hogy hamarosan elkezdik beontani. Szóval az, hogy megy föl, meg egy forint, ugye soha nem számolunk semmit forinttal, mindig minden dollárban számoljunk, mert ugye dollárban mérjük őket. Viszont ugye azt gondolom, hogy hosszú távon a Shiba jól alakulhat, viszont ezek a nagyon nagy emelkedések nekem kevésbé tűnnek meg alapozottnak, viszont itt a kereskedési volumen meghaladta az Ethereum-ét, és ugye azt is tudjuk, hogy a teljes Shiba token 41%-a az el van örökre égetve, azaz ki van vonva a forgalomból. Erről van egy videó is, ahol én erről beszélek, és ezt mindjárt meg fogom nektek itt mutatni, főleg, hogyha oda akar menni a YouTube, ahova akarom, hogy menjen. Egyelőre nem akarja azt csinálni. Érdekes, hogy miért nem akarja, de akkor mindjárt meg fogom mutatni. Van egy Shiba Inu. Van egy Shiba Inu. Jó. Szóval csináltam egy videót, ahol a Bitcoin Shiba Inu bullish. Ott beszélek részletesen arról, hogy mi is történik a Shiba Inu-ba, ezt megtalálod, hol is? Itt, Bitcoin Shiba Inu bullish. Bitcoin Shiba Inu bullish, ez kb. Egy hete volt, feltétlenül nézd meg ezt a videót. Jó. Következő hír, egy koreai tanárok nyugdíj alapja Bitcoin befektetést fontolgat. Hát nem egy tipikus
magyar tanárok nyugdíj alapja, mert 40 milliárd dollárt kezelnek, és nem is vagyok benne biztos, hogy ez csak egy nyugdíj, ilyen nyugdíj alap van, lehet, hogy több is. Minden esetre egy fontos hír, ugye ezt is azt jelzi, hogy a maga a különböző kripto ETF-eknek és az olyan kripto befektetési termékeknek, amiben intézményi befektetőnek tudnak jönni, mennyire van létjogosultsága, úgyhogy ez a nyugdíj alap, értelemszerűen, ha ennek csak pár százalékát teszi bitcoinba, ugye az is több százmillió dollár, és reméljük a tanárnénik, tanárbácsik nagyon-nagyon jól fognak ezzel járni. Következő írunk arról szól, hogy a Stellar Lumen partnerkedik ugye egy olyan partnerségbe, ahol a Tempo Payment-en keresztül Stellar Lumen-en lévő USDC fog vándorolni Európából Afrikába, ugye ezt hívják remittance, azaz ilyen pénzküldő szolgáltatóknak, amikor ugye sokan dolgoznak mondjuk Európába, Afrikából, és küldik haza pénzt a családnak, ugye ezt különböző applikációkban teszik, és ugye egyre több helyen kriptoeszközöket használnak. El Salvadorban például Bitcoin, itt ugye USDC-t fognak használni, és azt gondolom, hogy egyre több ilyet fogunk látni, ez mind a stablecoinok elterjedésének, mind az egész kripto elterjedésnek egy fontos use case-e, és ugye Stellarról még annyit kell tudni, hogy nagyon olcsó és nagyon gyors hálózat, és ugye a tokenje, coinja az XLM, úgyhogy nagyon frankó kis projekt, egyébként Ukrajna is a nemzeti digitális valutáját XLM-en csinálja. Oké, megnéztük a chartokat, jöjjön egy-két plusz info, feltétlenül regisztrálj be a korion.io-s linken, kicsit nem up-to-date a dolog, mert az olaj már nem olcsó, hanem éppen megdrágul, de ettől függetlenül az a kis közgazdasági kitekintés, a bitcoin, kriptovaluták jelentősége, ezek egy gratis előadás webinár keretében mondom el, feltétlenül iratkozz fel, mert akkor kapod meg a részvételre szükséges linket. Nézzünk rá, mit csinál a bitcoin. Látjuk, hogy jelenleg konszolidálódik, a tegnapi megindulás után korrigál, jelenleg egy ilyen kis bull flaget alkot 4 órás csárton, ugye bull flag elvileg bullish minta, ugye én azt látom jelenleg, hogy 64 ezer fölött reménykedhetünk, hogy megindul egy új csúcstámadás, egyébként meg azt láthatjuk, hogy 60 és 64 ezer között oldalazás és konszolidáció zajlik, akkor fordulnék medvés hangulatba, hogyha 60 ezer, mondjuk 59.800 dollár alá belépnénk, akkor jó eséllyel várom, hogy ezt a trendvonalat meglátogatja 56-57 ezer, illetve horizontális trendvonalat 54-55 ezer tájékán. Viszont amíg ugye a bitcoin ezt a konszolidációt végzi, addig altcoinok rendkívül-rendkívül raliznak. Atom, Cosmos nagyon frankon, gyönyörűen kitört, és ugye ez a kitörés itt jó megerősítésre került, és jelenleg már a célárunk felénél tart, úgyhogy gyönyörűen megy fölfele. Látjuk a célár felét elérte, gyönyörű trade, hogyha ezt itt a törésnél elkezdte, akkor jelenleg 25%-os pluszban vagy, értelemszerűen érdemes adott esetben, hogy megyünk följebb profitot realizálni, illetve stop loss-t üzembe helyezni, de ugye ezeket éppen most a pro tanfolyamon tanultuk, most fejeztük be egy fél órája. Jó. Akkor nézzük még, hogy megindult a Compound is. Ugye Compound nagyon-nagyon akkumuláció zónában volt itt végül, úgy nézem, itt kezd kitörni, ez nagyon frankó jel, úgyhogy nézhetjük a következő szinteket 370, majd 400 dollár tájékában. Kedvencünk DOT, akitől ugye várunk egy komolyabb mozgást, hogy az ökoszisztéma indul, még nem igazából gyújtotta be a rakétáit, viszont tartja ezeket a szép szinteket itt 40 dollár felett, úgyhogy nekem jól néz ki a DOT továbbiakban is. Ethereum szépen konszolidálódik, kicsit egészségesebb, és felfelé mutató a konszolidációja, mint a Bitcoinnak. Látok itt egy trendvonalat is, amíg ugye itt emellett menetelünk fölfele, addig az úgy frankón támaszthatja a szinteket. Mindenképpen a 4200-as szintek fölött van esély arra, hogy új csúcsokat lássunk, ugye ott jöhet egy komolyabb áttörés. Phantom, ugye hetek óta követjük, tudjátok, hogy megviccelt itt minket, stop loss pozíciók teljesültek, viszont a Phantomot már egészen
egészen szeptember elejétől trédeljük, illetve trédeltük itt szeptember végén is, amikor ugye a bull flagből kitört, a trendvonalnál volt, és jelenleg ugyanúgy kitört, elérte a célárat, elérte a Fibonacci kiterjesztési szintet, és jelenleg visszateszteli azt a Fibonacci szintünket, meg a célárunkat. Elvileg van még benne még kakaó, még a nagy hú de nagy volumenek meg nem érkeztek be, úgyhogy elképzelhető, hogy meg lesz benne, viszont egyre kockázatosabb belevenni ezeken a szinteken. Holocsén szokásos őrültgyertyákkal kitört, holocsén általában nagyon-nagyon volatilis szokott lenni, de innen az új csúcs nincs messze, úgyhogy lehet, hogy pár napon belül láthatjuk, valószínűleg, hogy valamit lancsoltak, egy óriási volumen jött be, úgyhogy nagyon-nagyon belevettek ma. Kedvencünk Matic gyönyörűen közelíti a következő ellenállási szintünket 1,88-nál, és ugye azt követően várunk további szinteket föl a 2 dollár fölötti, 2,2 dolláros következő szinthez. Az eddigi szinteket 1,18-1,64 rendben validálta, és ebből a bullish wedge ék alakzatból is nagyon frankó volt a kitörés. Rune Thornchain, ugye tegnap beszéltem róla, nézd meg a tegnapi videót, az egész ökoszisztéma most kezd elindulni, örülök, hogy egy picit korrigál, szerintem, ahogy korrigál, nagyon frankó beszálló lehet, még most indul, és ugye még nem is volt új csúcson, még az új csúcs innen majdnem duplájára van. Solana 200 fölött konszolidálódik, egyelőre ő is egy kis búfleget csinál, ugye ebből általában fölfele szoktak kitörni, meglátjuk ezúttal, hogy lesz. Azt gondolom, hogy Solanában is van még kakaó. WeChain ugye szemezget azokkal a szintekkel, amit korábban néztünk, az első szintet törte, ugye a következő szint, itt ez az 1,53-ig azért ez egy kemény dió lesz, lehet, hogy itt konszolidálódni fogunk, és ugye azt töri a szeptemberi csúcsot, akkor utána várhatunk nagyobb mozgást. Shiba Inu ugye sok a kedvence, most már mindenféle Fibonacci-t rajzoltunk be, először kitört ebből a szimmetrikus háromszögből, majd ugye volt egy nagy rallink hétvégén, ahol ugye jeleztem, hogy érdemes eladni, mert elég nagy csúcsokon vagyunk 4400 körül, ugye utána leestünk 3200-ra, szóval majdnem egy harmadára leesett, majd ugye ebben a háromszögben formálva újra kitört, és az első célárunkat már nem el is érte. Persze egyre veszélyesebb ez az emelkedés, és hogy itt ilyenkor már nagyobb az esélye annak, hogy akár egy 50-60-70%-os esés is bekövetkezzen. Többen shortolták itt például 44 ezernél, ugye azért is érkezett le. Meglátjuk, szerintem a befektetők, kereskedők már jócskán benne vannak, a kis befektetők beérkezése nem biztos, hogy lesz akkora. Meglátjuk, hogy a Robin Hood-tól milyen adatok jönnek ki a hét vége fele, mennyire volt népszerű. Van Harmony, továbbiakban is rallizik, pár órára szokott csak pihenni, jelenleg pont egy ilyet látunk. Gyönyörűen szépen kitört először a cup and holderből, majd egy kis háromszöget formált, és onnan is rallizott tovább. Teljesen úgy, ahogy itt előre jeleztük, a cup and holder célára teljesen perfect módon elérte. Úgyhogy nagyon frankon mutatja itt nekünk az irányt. Oké, ennyi volt az altcoin. Ugye ezeket megosztjuk a feltétlenül csatlakozva a CryptoMinds Hungary-be. Ugye ez egy Telegram chat, ahol tudunk egymással kommunikálni. A leírásban megtalálod a linkjét. Itt kipineltem a különböző hasznos linkeket, a gratis webinár, különböző tőzsdék, kedvezmények, ajándékok, Ledger Nano X rendelése, exkluzív dolgok, ugye maga a Telegram linkünk, és itt van ugye az EVA, Binance Smart Chain-es új projekteknek a szignálja, és ahol ugye általában, hogyha jó szignálok jönnek, akkor ez ilyen 2-3-4-5-szöröseket futnak, persze megvan a stratégia, hogy hogyan lehet a legkevesebb kockázattal és a legtöbb profittal lekereskedni. Gyertek be ebbe az evás chatbe, és akkor ott kérdezzétek Riont, ugye a chat gazdáját, hogy hogyan tudtok ebből profitálgatni. Helium minerek, ugye amiről szóltam, ezt a YouTube videót megnézve tudod megrendelni a te Helium hotspotodat, ami ugye Helium tokent, Helium coint termel neked egy bevétel megosztás keretében, és itt van a time staking, amit érdemes, illetve hogyha tudsz angolul, feltétlenül kövess az angol nyelvű csatornánkat, illetve Strongblock Node-ból mindjárt meg fogjuk venni a következő
stromblokkunkat, csak előtte kortyolok egy kis vizet. Oké. Szóval a stromblokkról beszéltem a tegnapi videóban, illetve beszéltem ugyanúgy több videóban róla. Feltétlenül nézd meg azt a videót, amit megtalálsz a leírásba betűzve, illetve itt, hogy Stromblock Node $70 per nap, egyébként ez már nem $70 per napos, jelenleg ez éppen $100 per nap, amit hoz egy Stromblock Node, de ugye ez függ attól, hogy mennyi egy Strong árfolyama, általában 0,09 valamennyit hoz egy nap alatt egy Strong, úgyhogy ez arról szól, hogy megveszel egy nódot, és 110 nap alatt visszahozza az árát, és utána ugye eldöntött, hogy visszaforgatod, vagy kiveszed, viszont ha elkezded visszaforgatni, akkor egy év alatt el tudsz odáig jutni, hogy a kamatos kamat miatt a 100%-ot már akár egy hónap alatt is kitermeli, és akkor havonta a bele investált összeget megkapod. Természetesen ugye azért ez kicsit magasabb kockázatú dolog, mint nem tudom, Bitcoin vagy Ethereumot tartani, de értelemszerűen ennek jár utána, illetve beszélek a videóban is több olyan dologról, ami erre rávilágít. Annyi, hogy ugye maga a Stromblock használja a különböző liquidity poolokban a vetett pénzt, illetve a nódok futtatásához, meg a jutalmak kiosztásához. Egész több mint egy éve működnek, egész jó eredményekkel, közben beléptem a Ledger Nano-ba, mert mindjárt akciózunk vele. Nézzük meg, hogy hogy néz ki itt a Strong. $1000-nál vagyunk, ugye voltunk $1000 fölött is, úgyhogy itt sakkozni kellett, hogyan vegyem meg a közös poolnak az újabb 10 strongot. Mindjárt betölti, akkor látni fogjuk, hogy hogyan alakult az elmúlt egy évben a strong árfolyama, illetve lehet, hogy be van lassulva, és valamiért várunk erre. Az a lényeg, hogy ugye jelenleg 10 strong szükségeltetik egy node indításához, ami ugye most alsó hangon is $10,000, úgyhogy mi azt tesszük, hogy a CryptoMinds közösség közösen vásárolunk nódokat, ugye ezt én koordinálom, mindenki megkapja, hogy mennyivel részesedik egy nódból, és ugye ezt követően döntünk arról, hogy ugye az elsőt mindenki visszaforgatjukat kivesszük, hogy ne legyen benne további futó kockázat, majd ugye a harmadiktól kezdve újra kivesszük. A strong ár alakult, ugye látszik, hogy tavaly volt $40, $20, és akkor idén indult meg ez a nagy szállás, hát jelenleg elég parabolikus. Értem szerint, hogyha be akarunk szállni új nódokba, akkor ugye jobb, hogy olcsóban tudunk venni, most elég drága lett, szóval figyelni kell, hogyha van korrekció, akkor mindenképpen érdemes új közös poolokban jönni. Amit ugye összejön annyi Ethereum, hogy el tud indulni egy közös pool, akkor indul, ugye ez most a mai napon megtörtént, átváltottam az Ethereumot Strongra, és akkor nézzük, induljunk meg vele, és tegyük szépen be Strongba. Ugye itt van a 10 Strongunk, és meglátogatjuk ugye a Strongblock weboldalát, ott is rámegyünk az apra, vagy a Node vásárlásra, ahogy tetszik. Megnézzük, hogy a jellegi Strongjaink mit csinálnak. Látjuk, hogy ugye az első Strong október 17-én indult, 0,8-at termelt ki eddig a 10-ből, míg a kettes Node 0,53-at termelt ki eddig a 0,1-ből, és ugye futnak kb. Két hete, illetve ma elindul a harmadik node. A kettő együtt 1,3-at termelt már ki. Itt majd lesz egy javaslatom a strong node társtulajdonosok irányában, de ezt direkt neki fogom majd jelezni, azon, hogy nagyon-nagyon fog nekik tetszeni. És ugye mindenki annyi százalékkal részesülsz, hogyha elindulnak ezek a visszaforgatások, és ugye azt mondjuk, hogy akkor oké, akkor vegyük ki ezeket a hozamokat, vegyük ki azt, akkor mindenki abban a százalékban részesül, hogy beszállt, és ugye vagy Strongba, vagy Ethereumba tudja megkapni, de leginkább az a legjobb, hogyha Ethereumba továbbítunk mindent. Jó, úgy tudsz egyébként, hogy szeretnél önállóan megvenni, úgy tudsz megvenni, hogy rámész, hogy create a node, de előtte itt kimásoljuk a leírást, hogy meglegyen, hogy ugye itt van egy kis leírása a CryptoMinds-nak. Jó. Oké. Create a node, és akkor ez lesz a CryptoMinds harmadik. Hurrá, gratulálok a harmadik node
részvevőinek, és ugye ez a leírásunk, hogy egy kripto, egy frankó kis kriptoközösség vagyunk, amit ugye igazából a saját projektem ugye támogat, ezért is jött létre a CryptoMinds. Egy nód, amit beteszünk, 10% a jövőbeli használatra lesz félretéve, 10% megy a Uniswap Liquidity poolokba, 20% megy a Strong poolba, és 60% a jutalmak kiosztására. Havonta kell majd fizetni $15 karbantartási díjat, meg ennek a gáz költség, illetve most, amit ugye kontraktba beküldök, nód kontraktba, nód szervizbe beküldök, ugye ennek a költsége. Jó, jelenleg ugye kiír, hogy mennyi Ethereumba fog kerülni, kicsit drága, 84 Ethereum, de hát azért csináljuk közösen, mert illetve 100 Ethereum, $100 Ethereum, mert így jobban belefér. Ezek a kis extra költségek. Jó, ugye mivel Ledgerrel csinálunk mindent, ezért ilyenkor a Ledger Live websocket híd megnyitódik, és ugye akkor mindjárt jóvá hagyom Ledgeren ezt a Strong Block vásárlást. Ugye már kiírja, elkezdett pötyögni, és jóvá is hagytam, úgyhogy megtörtént. Pár perc van, meg kell, hogy jelenjen majd a Strongunk, Node Created, megtörtént. Ugye figyelmeztet minket, hogy bárki kontaktál minket az ő nevükben, azok nem ők, hanem valami csalók. Megértettem, pár perc, és itt meg fog jelenni majd a harmadik nódunk, és akkor gratulálok a harmadik nód tulajdonosoknak. Valószínűleg holnapi nap délután fognak még kapni egy e-mailt, amiben a pontos százalékok benne lesznek, úgyhogy mindenképpen jól alakul ez a sztori. Persze emellett ugye vannak egyéb nyalánkságok, ugye a rebase tokenek stakingje, OM, Time, Klíma, AstroSwap, meg egyéb Trader Joe yield farmingok, amikről ugye korábbi videókban beszéltem. Jó, oké. Okay. Jó, most nem fogjuk megvárni, ezt úgyis be fog ide tenni, küldöm a harmadik csapatnak. Jelenleg ennyi volt így a mai, holnap utazom, nem tudom pontosan, hogy amikor, miként fogok jelentkezni. Feltétlenül nézd meg a korábbi videókat, mind a Strong Blockosat, mind a Heliumosat, mind a Time Stakingest, mind a Shiba Inusat. Nagyon érdemes megnézni a DOT kilő és a Polkadot ekoszisztéma videót, illetve a tegnapi videóban, ahol ez a Shiba Inu 21 milliárd a címe. Ugye itt a Phantomról beszélek egy picit, de a Phantom ökoszisztémával kapcsolatban fogok jönni majd bővebb videóval, úgyhogy azt gondolom, hogy a Phantom ökoszisztémában hasonló jó dolgok történnek, mint az Avalanche-ba, úgyhogy ezeket meg fogjuk hamarosan tapasztalni. Jó, utolsó pillantást még vessünk itt a dolgokra. Az a lényeg, ugye, hogy nagyon szépen mennek altcoinok, és tudom, hogy rengetegen közületek ilyen altcoinokat vadásznak, meg akár a Binance Smart Chain-es új projekteket vadásznak, szóval az a lényeg, hogy ha már benne vagy egy trade-ben, realizálj profitot. Szóval, hogyha csináltál például itt a One Harmony-val valamennyi profitot, mondjuk 51%-ot itt, akkor realizálj profitot, mert ha valamiért beesik, akkor viszont nincs semmi, ami marad. És ugye ilyenkor jobb az 51% profit, mint az, hogy valójában nem lett profit, vagy esetleg éppen veszteség lett. Ugye most nagyon jól mennek az altcoinok, ha Bitcoin valamiért nekiáll esni, akár mert jön egy utolsó kirázás, és még a bálnák ezzel a bálnás kirázós játékkal meg akarnak szerezni olcsó bitcoinokat, akkor most, hogy az altcoinok is nagyon eshetnek, illetve hogyha nem lesz bálnás kirázás, csak a Bitcoin megindul és realizik, akkor viszont ugyanúgy az altcoinok egy picit lemaradhatnak, úgyhogy szerintem most ezekben a napokban érdemes profitot realizálgatni az altcoinjaidon. Nagyon örülök, hogy itt voltál, köszönöm szépen, hogy lájkoltad ezt a videót, hálás vagyok, hogy követed a csatornát, kérlek írd be kommentbe, hogy hova várod a Bitcoin árfolyamát évvégére, mit tudsz elképzelni, hogy milyen szintre fog eljutni, és azt is írd meg, légy szíves, hogy mi alapján gondolod ezt, lehet ez 80 ezer, 100 ezer, 60 ezer, 180 ezer, ugye mindenféle merész elképzelések jönnek. Írd meg bátran, hogy te hol várod a Bitcoin árfolyamát, ugye itt még csárton is az óriási messzeségekben van, illetve írd meg kérlek, hogy mi a kedvenc altcoinod, mert akkor azokra az altcoinokra fogok inkább ránézni. Jön majd pár DeFi gem is a Phantom kapcsán, Phantom konferencia ugye a héten zajlik Abu Dhabiba, én máshol leszek egy másfajta, másik konferencián, ugyanúgy kriptóval kapcsolatos,
úgyhogy jelentkezek, ahogy tudok. Örülök, hogy itt voltál, és megosztod ezt a videót barátaiddal és különböző social media csoportokban. Szuper, a legjobb helyen vagyunk. Szia! További sikeres hetet!